Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések extra nézőit. Extra azért, mert ezekben a beszélgetésekben megidézzük az Albarége Tánc Együttes 70 esztendejét. 7 évtized legendák jönnek hozzánk estéről estére, mégpedig azért, mert ők nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez az együttes Európa és világszerte itthon meg természetesen elismert legyen, ismert legyen. Ebben a vonulatban tartozik természetesen egy legenda, aki nem közvetlenül a tánc, hanem nagyon sok minden egyéb okán is segítette ezt a munkát, ezt a missziót, ha úgy tetszik. Kovács György, tisztelettel köszöntelek, Gyuri bátyja. Köszöntöm a kedves nézőket. Hát a 70 év, ez egy nagyon szép idő. Én 40 évet dolgoztam együtt, illetve hát 40 éve vagyok együtt az együttessel. 79-ben kerültem én a Megyei Művelődési Központ élére, és hát az a 40 év még gombócból is sok. Úgy bizony. És nagyon sok közös emlék fűz az együtteshez. Emlékszem rá, hogy amikor elkezdtük, illetve hát közvetlen kapcsolatom már volt előtte is az együttessel, hiszen a Megye Művelődési Központ felújítása kapcsán a ifjúsági és úttörőház, ahol én a 70-es évek közepétől dolgoztam, nagyon sok programnak, rendezvénynek adott helyet, és hát táncház, aprók tánc és egyéb rendezvények kapcsán közvetlen kapcsolatba kerültem a Művközpont E csoportjával, az együttessel, és együttes mellett a drága aranyos Pesovár Feri bátyánk, aki tulajdonképpen az együttes olyan lelke volt, amiből az együttes, az ő munkájából az együttes nagyon sokat merített. Ez egy óriási dolog volt az ő munkája. Ugye nagyon keveset beszélünk az utóbbi időben róla, pedig tudni kell, hogy azt a fajta népi kultúrát, ami megteremtette a lehetőséget arra, hogy olyan koreográfiák szülessenek, amelyek újak, illetve elfeledettek, de akkor újak voltak, azt ő hozta. És természetesen nyitott fülekre talált, és koreográfusokra, gondolok Ásó Istvánra és Botos Józsefre, aki egyébként ott nálad dolgozott Kneifel Imrénével együtt a Megyei Művelődési Központban, és ez egy fantasztikus lépcsőfok volt. Igen, Kneifel Imrénét említetted, Erzsikét. Én Zircen jártam általános iskolába, és Kneifel Imrénének, Békefi Erzsébetnek a bátyja, a Békefi Antal volt a zenetanárom, aki a és őtőle tanultam a zenét, sőt, még a úttörő zenekarban is játszottam nagybőgősként, és hát később ő a Szombathelyi Főiskola énekzene tanszékének volt a vezetője, ahol mikor népművelő szakra jártam, akkor nagyon sokat találkoztam vele. Na, de most így elkanyarodtam igen, egy kicsit. Mert hogy nagyon sokat tettek ők is azért, hogy a táncház mozgalom meghonosodjék egyik oldalról, a másik oldalról pedig, hogy új utakat kezdjen el járni a népi együttes, az akkori Fejér megyei népi együttes. És ilyen értelemben otthonra találtak a Megyei Művközpontban egy jó ideig. Mit jelentett számodra a népi kultúra és a népművészet? Hiszen azt tudjuk, hogy ha most hirtelen lépünk a korban, fafaragóként is a stílus kedvelője vagy. De akkor hogyan érintett meg 40 éve, vagy még korábban? Hát én akkor belecsöppentem ebbe a dologba. Erzsikét említettük az előbb. Tulajdonképpen neki köszönhető a népdalköri mozgalomnak az újjáélesztése megyébe. Valamennyi településen népdalköröket szervezett, már ott, ahol voltak régebbi hagyományai is a népdalköröknek, és nagyon sokat munkálkodott azon, hogy ezek a népdalkörök tiszta forrásból merítsenek a énekeik közé. A népművészet többi ágával szép apránként találkoztam. Talán a tánc volt az, ami legjobban megfogott engem is, hiszen és a Pesovárral való kapcsolatunkban Botos Jóska
pár hónapos igazgató voltam, feljött hozzám egy ilyen hatalmas dosszéval, és azt mondja, hogy hoztam neked valamit, nézd meg, légy olyan kedves. A Feri bácsi megcsinálta a Fejér megyei népdaloknak az anyagát. Azt mondja, kiadásra vár. Hát én így belelapoztam, és elhűltem, hogy micsoda hatalmas munkát fektetett bele Pesovár Ferenc, és mondanom se kell, hogy egy év múlva könyvformájában megjelentettük. A második köteten már akkor dolgozott, az pedig a Fejér megyei táncok kötete volt. Hát annak a kiadását sajnos nem érte meg, elszólította az úr tőlünk. De a két kötet, amely teljes egészében Fejér megye néprajzának az induló kötete volt, mert a későbbiek során Gerencséri Jóskával és a Lukács Lászlóval a Fejér megyei népszokások kötet is kiadásra került, és még adósok vagyunk a népművészettel, meg még a népépítészettel, stb. Még bízom benne, hogy lesz annyi energiám, hogy ezeket is valamilyen módon összehozzuk. Tehát a népművészettel én nagyon közvetlen kapcsolatba kerültem, annál is inkább, hiszen a 80-as évek elején élt a reneszánszát a népművészeti hagyományoknak az újraélesztése, és ebben a megyei művelődési központ országos szinten éle járt, hiszen rájöttünk arra, hogy hiába vannak olyan emberek, akik művelni szeretnék a faragást, a hímzést, összeállnának énekelni, és népdalkört hoznának létre, a helyi vezetők nem voltak meg. És mi a szakkörvezető képzéssel nagyon nagyot segítettünk a települések csoportjainak, hiszen az országban elsőként indítottuk a faragó szakkörvezető képzést, aztán a gyapjúfeldolgozásnak különböző szakköri vezetőképzését, a szövőtanfolyamokat, a hímzőtanfolyamokat, és mondhatnám szinte valamennyi szakágra, amit az akkori népművelési intézet is támogatott, sőt, még anyagi fedezetet is kaptunk rá, és akik nálunk végeztek, ezek a szakkörvezetők szinte valamennyi még most is vezeti ezeket a csoportokat a megyébe. Tehát ezek voltak azok a lépcsők, amelyek lehetővé tették, hogy kiteljesedjék a népi együttes is. Igen. Bizonyos értelmében, hiszen tudjuk, hogy a népművészet, a népdal, főleg a népdal természetesen, az kart-karba öltve jár a tánccal, és ez így volt mindenütt. És itt még megemlíteném, bocsánat, hogy közbevágok, ugyanez a képzés történt a Otos Jóska javaslatára a néptáncoktatók területén is, úgynevezett alapfokú C-kategóriás néptáncoktatói tanfolyamot szerveztünk, ahol megtanulták azokat az alapvető közösséggel foglalkozó emberek tudni valóját, amiből tulajdonképpen csoportokat szervezhettek. Ez a tanfolyami képzés a mai napig működik még, ezt azért úgy hozzátenném. Hála Istennek, ez egy jó ég. És hát a többi tanfolyam már nem nagyon, hiszen kiöregedtek az emberek, nagyon kevés az utánpótlás, megvallom őszintén, de a táncos területen ott rengeteg fiatal érdeklődik a néptánc után. Most ugrunk egyet az időben, mégpedig azért, mert eljött a rendszerváltás, mint tudjuk. Ez egy fontos dátum nem csak Magyarország életében, hanem a népi együttes életében is, hiszen a Liszt Ferenc utcát, a művelődési központot visszaigényelte a katonikus egyház. Ott állt a művelődés is, de a népi együttes is épülethely nélkül. Ugye ez egy óriási lehetőség nyílt arra, hogy új helyet keressenek, viszont azért valljuk meg, függetlenül attól, hogy a Barátságház létezett a maga akkori formájában, hiszen tudjuk, orosz tisztiklub volt, tehát a méreteiben megfelelő volt, de mégsem volt jó a táncegyüttesnek, ezért aztán összedugta a fejét néhány avatott ember a vezetéseddel, és megálmodtátok a táncházat.
Ez viszont egy hosszú folyamat volt. Beszéljünk a táncház építéséről, megalapításáról, hiszen ez a táncosoknak született meg. Hát igen, ez a 92. júliusában hozott kormánydöntés, amivel ugye értesítettek bennünket, hogy 94. december 31-ével át kell adni a Liszt Ferenc utca épületet a katolikus egyháznak. Ez nagyon sok gondot okozott, hiszen a barátságháza, mint említetted, nem fért be semmiképpen az együttes, nem tudtunk próbatermet kialakítani, hiszen ez egy középfolyosós épület. Igen. És hát a másodikon volt nagyterem, viszont a nagyteremnek a építészeti statikája nem viselte volna el a táncosoknak ezt a dinamikus terhelését. És hát, hát kerestük a megoldásokat, és hát akkor a város meghirdette hasznosításra ezt a Malom utca 6-os számú épületet, ami egy nagyon romos épület volt, és elvittem a Botos Jóskát, aki ismerte egyébként az épületet, hiszen Jóska felsővárosi volt, és egy pár kollégával megnéztük, hát hatalmas ilyen egyméteres gaz volt az udvaron, egy romos épület, ugye nem sokat mondott. Én már lelki szemeim előtt láttam, hogy az épületben lehet valamit kihozni. Én akkor még csak a felújításán gondolkodtam, de hát aztán közben kiderült, hogy hát ebből az épületből felújítással sem lehet ilyen típusú épületet, mint a táncház varázsolni. Egy újat kell építeni, és Kálmán Béla, aki a Alba Plan tervezőirodának volt akkor a vezetője, jó barátom, segítségét kértem, hogy mert a pályázathoz kell, mellékelni kellett egy tanulmánytervet. Na most hát egy tanulmánytervek elkészítése az nem 2 forint, nekünk ugye nem volt sok pénzünk, hiszen erre az ingatlan kiváltásra ment a vita a megyei tanács, illetve a megyei önkormányzat és a minisztérium és mi közöttünk, és kiváltottam a pályázatot, megcsinálta Kálmán Béla kollégáival a tanulmánytervet, mindennek megfeleltünk, leírtuk hozzá a szakmai programot, beadtuk és megnyertük a pályázatot. Igen, mert az alapja a pénz az építkezésnek. Igen. Hát megnyertük, volt nagy öröm, hogy megnyertük, aztán a következő nap rádöbbentük, hogy ez nem 20 millér, és elindult a pénzszerzés, és nekiálltunk az építkezésnek is. Én azon voltam, hogy el kell kezdeni, és ha már falak állnak, biztos mindig kapunk annyi pénzt, hogy azért be is tudjuk fejezni. Igen, tegyük hozzá, hogy ugye 400 fős tagság, 600 fős pártoló tagsága volt a táncegyüttesnek, Európa díja volt, az oktatási bizottság, illetve azért fönt és a városban is mindenkinek szívügye volt, hogy legyen egy táncház, mert hogy ilyen nem volt az országban. Igen. Elkezdtük az építkezést, a Alkofal Kft. Vállalata, illetve hát ők nyerték meg ezt a pályázatot az építkezésre, és napról napra mindig valami hozzá sikeredett. Szerencsésnek volt 92 telén, annál is inkább, mivel elég enyhe tél volt, és a alapozási dolgokat el tudtuk végezni, és egyszer csak kinőtt a földből az épület, és kezdtem mutatni a formáját. Én minden reggel 3-7-kor ott voltam a építésvezető irodába, megbeszéltük, illetve hát hallgatóztam, hogy mik a dolgok, és hát naponta végigjártam az építkezést, úgyhogy szinte minden téglát láttam, hogy a helyére kerül, és nagy örömemre szolgált, amikor egyszer csak a maga valóságában ott volt a táncház előttünk. 1995-öt írtunk. Milyen volt az avató ünnepség? Hát a avató ünnepség tulajdonképpen a barátságházában volt, és amikor birtokba vettük, 2 nap múlva, vagy 3 nap múlva egy
egy német csoport érkezett hozzánk, mert ugye azt tudni kell, hogy az utcai szárnyon hat szoba ifjúsági szálláshelyet is készítettünk, és hát azoknak is a butorzata az utolsó pillanatban készült el. Szerintem akkor fejezték be a butorok összeszerelését, mikor kivették a buszból az utolsó bőröndöt. Úgyhogy, és hát mindenki, a táncosok, a szülők, a baráti kör, mindenki boldog volt, és örömmel jártuk végig szinte naponta a táncházat, és a táncház azóta is betölti a hivatását. Mit gondoltál akkor, amikor először birtokba vettétek úgy, hogy a táncosok is beköltöztek, és egy bensőséges hangulatú ünnepségen, na itt vagyunk, ez a miénk, a tiétek. Leírhatatlan boldogság volt. És azóta is ilyen érzéseim vannak, pedig hát eltelt már nagyon sok idő. Ahányszor belépek a táncházba, mindig egyet nagyobbat dobban a szívem, mint szokott. Már pedig hála Istennek gyakorta ott vagyunk, ott igen, vagy. Igen, és hát nagy örömöm volt, de nem csak nekem, hanem együtt osztoztam ebbe az örömbe valamennyi táncossal. És éreztem, hogy az épület egy olyan lendületet adott az együttesnek, meg az egész táncmozgalomnak. Hát egyrészt, hogy irigyeltek bennünket, de hát ez egy dolog, de a 90-es évek második felében tényleg egy nagyon erős lendület ért el bennünket, aminek kapcsán elindult a Néptánc Fesztiválnak a szervezése. Igen. Hiszen ez közvetlen utána kezdődött, ami most már megérte a 23. Igen, új korszak kezdődött. Én mondom ezt azért, egyik oldalról a Néptánc Fesztivál. A Néptánc Fesztiválok sora az általában olyan az országban mindenütt, de Európában is, hogy van egy nagy színpad, vagy esetleg több, egy nagy színpad, meg több kis színpad, fölmennek, táncolnak, köszönjük szépen, elmennek a szállodába, pihennek, másnap megint tánc, mikor, meddig tart. Viszont itt a Malom utcai táncház meglétével kiegészült ez egy fantasztikus programsorozattal. Tehát a táncon túl a táncházban egy bensőséges hangulatú táncház van, bensős megismerhetjük egy gasztronómiai fesztiválnak adhat otthont, hiszen ott vagy, tudod, te magad is gyakorlod. Tehát ez egy olyan komplex népművészeti, azt mondom, találkozó, ami mindent felülmúl. És ez is, ebben is bőséges szereped volt. Igen, hát a fesztivál ideje alatt ezek a folkestek, amiből szinte minden napra esik egy-kettő, de valamikor három is, a teltházak, az a rengeteg ember, aki érdeklődik a rendezvény iránt, ez mindig hírünket viszi, és mindig jó érzéssel jön vissza, mert tudja, hogy nálunk valami különleges élményt kap. De az itt lévő csoportok is, hiszen van olyan csoport, aki már kétszer volt itt nálunk, és hát örömmel jönnek, és veszik tudomásul, hogy megint fesztivál van, és megint itt lehetnek velünk, és hát úgy érzem, hogy egyre jobbak ezek a fesztiválok, hiszen most már nyugodtan mondhatom azt, hogy a világ minden részéből, hiszen még Ausztráliából is volt csoportunk, és viszik a hírünket a világban. És a jó hírünket, a jó híreteket. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki otthonra talált. Tehát lehetett elkezdeni az alapoktól építkezni, méltó körülmények között. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a töpörtjüknek is, és a nagyocskáknak mindenkinek van megfelelő helye, és megfelelő ideje arra, hogy felkészüljön, és a későbbiekben legyen belőle aranybokrétás, aranysarkantyús táncos. Igen. Az együttessel való együttműködésem kapcsán a 80-as évek második felében, amikor a felnőttek azok a táncosok, akik ugye 80-as évek elején kezdték, egyre másra jelentkeztek a táncművészeti főiskolára, és fel is vették őket, és elvégezve bátrabban nyúltak a koreográfiákhoz, és hát mondhatnám azt is, hogy a
táncosaink közül saját nevelésű tánckarvezetőnk volt, saját nevelésű koreográfus tanulóink voltak, akiknek a műsorok összeállításában egyre nagyobb szerepet biztosított az együttesnek a vezetése, és meg azt is mondhatnám, hogy a világban is egy jó páran maradtak, hiszen Kanadában is maradt táncosunk, illetve visszament, oda nősült, aztán Finnországban Gazdag Béla tanított a magyar folklorisztikát az Zólui Egyetemen, és hát és mondhatnám azt, hogy a pillanatnyilag is az együttes műsoraiban azok a fiatal táncosok, akik elvégezték a főiskolát, és koreográfus palánták, ezeknek a műsora az együttes nagy műsorában is megtalálható. Igen, hát... ez egy, én azt mondom, ez egy nagyon nagy dolog, hogy a táncosok kinőnek a maguk szakmai igen, tehát nem az a lényeg, hogy igen. Tehát megvan az utánpótlás és egy olyan nemzedék, amely megtanulja a régit, viszont vannak új elképzelései, hiszen most már azért ne feledjük, ugye a Pesovár korszak hozta meg az alapot, de ma már a teljes Kárpát-medencei népművészetet, népi kultúrát lefedi az Alba Régia Tánc igen. Együttes. És hát ezek az új koreográfuják, ezek megállják a helyüket a Magyar Táncművészet fesztiváljain is, hiszen egyre másra hozzák haza a táncosaink a díjakat. No, mi a helyzet most? Hiszen a 70. évfordulóra készülünk, a programsorozat hátán. Én azt gondolom, hogy remek programok várják a székesfehérváriakat és az ide látogatókat. És hát továbbra is ugye szereped van a táncház működésében. Gyakorta látunk ott, hála Istennek, jó egészségben. Igen, hát bízom benne, hogy még nagyon sokáig vagyok hadrafogható, és hát a fesztiválok szervezésében is mindig ott vagyok. Ez az 5 nap, ez számomra mindig egy nagy fizikai leterhelést is jelent, de ugyanakkor nagy örömmel csinálom, hiszen látom, hogy maguk a táncosok is igen aktívan részt vesznek a fesztivál bonyolításába, és hát mindig azt mondom, hogy innen a házból soha ne menjen ki ember úgy, hogy valami tüske van benne, mert hogy nem kapta meg azt, amit szeretett volna. Úgyhogy hát így szervezzük mi együtt meg a mindennapokat is. Gyuri bátya, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én azt gondolom, hogy érdeklődéssel várjuk, és nagy szeretettel fogunk bemutatni minden egyes olyan eseményt, ami a táncegyüttes pillanatait idézi meg, egykorit, hiszen már tudjuk, hogy már próbálnak az egykori nagyok is, méghozzá hétről hétre, úgyhogy ez feledhetetlen lesz a gálaműsorok sorozata. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, az Arte 70 beszélgetés sorozatunk vendége Kovács György volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!